Én azt szoktam mondani, hogy magunkhoz, és ugye a Igen, magam, annyira mag. szép a magyar nyelv egyébként, minél közelebb kerülök magamhoz, annál inkább kinyílik a világ, és annál inkább észreveszem ezeket a dolgokat, és van értelme mindennek, látom a rendszert. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a mai videóban, itt vagyok Kalász Cintiával. Sziasztok! Akit legtöbben a TikTok videókból ismerhettek, és mondj pár szót magadról, mi az, ami talán a legfontosabb, amit tudhatnak akár azok a nézők, akik most látnak először. Jó. Kalász Cintia vagyok, 26 éves. TikTokra csinálok pszichológiai témájú videókat, vagy önismerettel kapcsolatos videókat, és innen ismerhettek leginkább. Arra gondoltam, hogy én nagyon szeretem az ilyen témákat, és csináljunk egy ilyen videót, ami kicsit ezeket a gondolatokat és témákat boncolgatja. Úgyhogy akkor kezdjük az egészet az önismeretnél. Aki esetleg nem tudná, hogy mi ez, hogyan mutatnád, hogyan fogalmaznád meg neki nagyon gyereki szavakkal, kis egyszerűen. Gyermeki szavakkal. Hát az önismeret az önmagunknak az ismerete. Érdekes egyébként, mert hát ugye intelligenciában is ismerjük az IQ-t és az EQ-t, és az EQ az az érzelmi intelligencia, az arról szól, hogy én mennyire ismerem magamat, és mennyire ismerem a külvilágot, vagy más embereket. Ebből áll össze. És ezek milyen szintekből állnak, vagy van ennek egy folyamata, valahol az ember elkezdi, mivé tud kialakulni? Hát ugye van az a fajta önismeret, amikor beszélgetek valakivel, mondjuk mi beszélgetünk, így még annyira nem ismerjük egymást, de valahogy reflektálok arra, hogy hogyan mondom neked a dolgokat. Lehet, hogy akár egy szűrőn keresztül még meg is szűröm, hogy mit mondhatok neked, és mit nem mondhatok neked. Hogy ki vagy te egyáltalán, milyen viszonyban vagyunk, és ez egy ilyen védekező működése az embernek, hogy valamiért egy ilyen védőszűrőn keresztül adjuk át az információt. De ennek van egy másik lehetősége is, hogyha kicsit jobban ezt a védőszűrőt le akarod rakni, és úgy akarod megismerni magadat jobban, akkor erre vannak módszerek, például ezzel foglalkozom én is. Vannak olyan tesztek például, amikkel sokkal jobban megnyithatjuk ezt a belső igazságunkat. Tök érdekes, van egy ilyen film, nem is tudom, hogy melyik filmben beszélnek arról, hogy mi az igaz-igaz. Van az igaz, és van az igaz-igaz. Ez érdekes, ezt még nem hallottam. És ebbe is így bele lehet valahogy menni, és valahogy meg tudod találni a magadban lévő igaz-igaz információkat. Ja, nagyon ilyen, nem tudom, valahogy misztikusan hangzik egy kicsit egyébként, szerintem. De vannak erre módszerek, például szimbólumtesztek, vagy olyan asszociációs tesztek, amik úgy megmutatják azokat az információkat, amiket egyébként nem biztos, hogy meg tudnál fogalmazni magadtól. Csak úgy érzed, de nem tudod megfogni, hogy mi az. Az igaz-igaz. Például akkor az önismeretben már az is beletartozik, hogy én tudatosan gondolkodom, vagy az már valami más? Hát beletartozik, igen. Mert akkor, amit ugye mondtál, hogy akkor elkezdett kicsit itt talán elemezgetni, hogy mit mondasz a másiknak, meg a másikat is talán, és a többi. Az önismeretben valamilyen szinten akkor az is beletartozik, hogy saját magunkat megismerjük, és fejlesztjük magunkat, a gondolkodásunkat, stb. Mi van akkor, amikor valaki ezt elkezdi, és már kicsit ilyen küzdő dologgá megy át, nem tudom most milyen szóval mondjam, ami jobban illik erre, de amikor már nagyon foglalkozol ezzel, és már nehézségek jönnek elő, gondolom ugye, ahogy többet foglalkozol vele, egyre több jön elő, ami megpróbáltat akár. Hát igen, ez azért az önismeret az nem játék, tehát belenézni a tükörbe és szembesülni önmagammal, a hibáimmal, vagy a sérüléseimmel, bennem lévő sérült kisgyerekkel. Ezekkel mind foglalkozni kell, és ezekkel nehéz szembenézni. Vannak, szoktam is mondani, hogyha valaki álljon hozzám, hogy ez nem lesz egy móka és kacagás, ez a közös móka, hanem itt lesznek olyan dolgok, amik tényleg fájni fognak. Mikor el kell döbbenni. Igen, de valahogy szembe kell nézni ezekkel.
Igen, mert ugye Cindy tart önismereti órákat, ami hát szerintem igen, tök önismereti érdekes. beszélgetéseket, Ez igen. tök jó, szerintem ezzel tök sokat lehet fejlődni. Nagyon És... szeretem csinálni, meg tényleg imádom. Az a lényeg. És akkor önmagáról a hitről te például mit gondolsz? Én abban hiszek, hogy nem véletlenül történnek velünk a dolgok. Annyira mély és annyira ilyen megfoghatatlan Igen. dolog, hogy erre... Pont ez a szó jutott Igen. eszembe. Hogy ezt erről nehéz úgy beszélni, hogy ezt valaki meg tudja fogni tényleg. Én, amiben tényleg nagyon hiszek, az a tudattalan. Szerintem, és annyira csodálatosnak tartom, hogy tényleg vannak olyan módszerek, amikkel te le tudod fordítani azt, hogy mi van a tudattalanodban. Ezt erről is nagyon-nagyon nehéz beszélni egyébként, mert hogyha nem tapasztalja az ember, hogyha még nem csináltál meg egy ilyen tesztet, és nem tapasztalod azt, hogy tényleg mi van mögötte, akkor nehéz megérteni, hogy miről van szó. De például... Akkor max csak nyitottnak tudsz lenni, és majd vagy megéled, vagy nem, attól függ, mi a feladat. De például gyerekeknél csodálatosan működik ez, hogy lerajzolják, nem is tudják, hogy mi a probléma. A gyerekek csak érzik azt, hogy abban a felhőben, abban az energiafelhőben, amiben ők benne vannak, abban valami nem jó. És lerajzolják, meg elmesélik egy mesében, firkálunk dolgokat, vagy firkálsz dolgokat, és összeraknak belőle egy mesét, és abból a meséből lehet, hogy elmondják a nagypapának a traumáját, vagy úgy, hogy ők arról még életükben nem hallottak. Mit gondolsz az ilyen tipikus rossz szokásokról? Mondhatunk ide példákat is, de amik ilyen, hát talán pont, hogy tudattalanul csináljuk őket, és nem is veszük őket észre, hogy mindig jelen vannak, és úgy cselekszünk, úgy csináljuk a történéseket, és hogyan lehet ezekből úgymond kiszállni? És nem élni velük, talán ez egy jobb kifejezésre. Yeah. Mindig meg kell nézni azt, hogy milyen előnyöm származik ebből a rossz szokásból. Én azt szoktam mondani, hogy magunkhoz, és ugye annyira szép a magyar nyelv egyébként. Minél közelebb kerülök magamhoz, annál inkább kinyílik a világ, és annál inkább észreveszem ezeket a dolgokat, és van értelme mindennek, látom a rendszert. Például dohányzás, rengetegen dohányoznak. Van, aki azért dohányzik, mert hogy megnyugtatja. Van, aki azért dohányzik, mert hogy dolgozik, és nem tudom, ki akar menni szünetre, és akkor a szünet az, ami neki fontos igazából, nem is a dohányzás, csak összeköti ezzel. Mindig meg kell keresni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami jó érzést ad nekem. Például, hogyha a nyugalmat, akkor milyen olyan szituációkat tudok még teremteni magamnak, amiben én nyugodt vagyok. Kössem össze valami mással. Amivel felváltod, aztán például pont a dohányzást. Igen. Szerintem inkább az érzéssel kell foglalkozni. Meg kell nézni azt, hogy mi az, amit ad nekem a cigizés. Hogyha már megtudod az alapokat, a gyökerét megtudod, akkor azzal már fel tudod oldani valamilyen szinten. De keresel olyan szituációkat, amiben úgy érzed, hogy ez egy másik jó, nem káros szituáció, amiben szintén meg tudok nyugodni. Akkor ilyenre kell lecserélni. Ezeket kell keresni, és akkor ez a rossz érzés, ez a nyugtalanság, ez megszűnik. Akkor legyen a következő az önbizalom. Az évek alatt, amióta elkezdtem videózni, mindig nagyon sokan, viccen kívül nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan lehet önbizalmat szerezni, nincs önbizalmam, család, barátok, minden így belefolyik, és hogy mit tud tenni, legyen önbizalmaim. Mindig hát ilyen egyszerűen gondoltam, mivel nekem ugye természetes volt, hogy tanuld meg szeretni magad, és hogy szeresd magad. És tudod, én gondoltam, hogy hát ez ilyen egyszerű talán, bár ez elég érdekes szóra. És akkor mindig jöttek a válaszok, hogy de hogyan? És így tudod, arra meg már nem tudtam válaszolni. Szóval például szakmailag mi erre a helyes? Na hát ez is önismeret út egyébként, mert már a szóban is benne van, hogy önbizalom. A bizalomról szól. Az, hogy én meg tudok-e bízni a külvilágban, és ez pedig akkor alakul ki, ez 0-tól másfél éves korig alakul ki ebben a szakaszban.
akkor teljesen rá kell bíznom magam a külvilágra, mert hogy magamat egyedül nem tudom ellátni csecsemőként. És akkor itt alakul ki a bizalom kérdése, ide köthető. És hogyha engem ott maximálisan megtartottak ebben a puhaságban, és én megbízhattam a környezetemben, és elengedhettem magam, akkor valószínűleg egy önbizalommal teli felnőtt leszek, aki megbízik a világban, és úgy jár kell, hogy teljes bizalommal. És akinek ez úgymond nem adatott meg, most mondjuk így, az hát, mit tud tenni? Ismerje fel, hogy ez miért történt. Ez az egyik oka. Nyilván pszichológiának is vannak ágazatai. Én inkább ebben az analitikusabb ágban hiszek, ami arról szól, hogy térképezzük fel a dolgoknak a gyökerét, és menjünk bele mélyebben. De van egy olyan lehetőség is, ami egy ilyen úgyhogy kognitív viselkedés terápia, tehát hogy a viselkedésedet változtatod meg. Uh-huh. És egyébként ezt a teljes hozzáállást, nem tudom erre mi a pontosan jó szó, de például ha azt vesszük, hogy valaki nem úgy nőtt fel, hogy biztonságban érezheti magát, és nincs meg az a bizalom, az az ember később 10-20 év múlva ezt meg tudja úgy változtatni, hogy teljesen? Vagy ennek mindig meg lesz a nyoma, és egy minimális százalékban mindig ott lesz benne lelkében, magában, meg az egész lényben az, hogy volt egy ilyen. Nem tudom, hogy ez teljesen vissza lehet-e nyerni ezt a bizalmat, de lehet érte dolgozni, ez biztos. Meg azért alapjáraton, hogyha változtatunk rajta, meg a hozzáállásunkon, akkor az is biztos sokat segít. Egy másik érdekes dolog szerintem a harag, és ugye valamilyen szinten ide köthető az agresszió is, és hogy lehet, hogy valaki ezt például pont a cigizéssel mutatja ki, az nyújtatja le magát, szóval ez szerintem erre is jó példa. Mit gondolsz, hogyha valakiben sok a harag, hogy tudja ezt legyőzni? Hát ezt is először meg kell érteni, hogy ez miért van. Harag vagy indulat, úgy tényleg egy ilyen belső méreg, az soha nem keletkezik személyes érintettség nélkül. Uh-huh. Tök jó példa, most volt a szülinapom, és láttam, hogy a szomszédom az így kicsit fotózgatja a teraszomat. Biztos gondolkoztam rá, hogy biztos indulat keletkezett benne, hogy ezek itt zajonganak, pedig amúgy délután kettő van. De hogy biztos mérges lett, hogy én miért, mit csinálok, vagy hogy én hangoskodok. És akkor meg kell nézni, ez ugye egy kifelé történő harag, vagy agresszió, bármi ilyesmi. Meg kell nézni, hogy vajon ez mitől van benne. Agresszió az a frusztrációból jön. Miért frusztrál engem az, hogy ők jól érzik magukat? Én nem tudom ennyire elengedni magam, nem vagyok képes erre. Akkor lehet, hogy ezen kellene dolgoznom, hogy képes legyek arra, hogy el tudjam engedni magam. A másik érdekes dolog, hogy ugye van egy ilyen kifelé áramló agresszió vagy harag, és van egy befelé áramló is. És akkor itt jön témába a pszichoszomatika, vagy az, hogy hogyan a lelki betegségek, hogy hogyan az érzéseink, azok hogyan tudnak megbetegíteni minket, hogyan tudnak átterjedni a testünkre. Ez szerintem annyira érdekes téma. Én ezt mondtam is neked, amikor leültünk beszélgetni, hogy nálunk nagyon sokszor, sőt szinte minden egyes alkalommal az volt, amikor valami betegség jött fel, hogy anya nem a gyógyszert hozta, hanem akkor például, hogyha lázas lettem, akkor ugye mi az, ami, amire vagy akire haragszom, mit nem tudok elengedni. És hogy nagyon fájtorkodok, amit nem tudsz kimondani. Igen, és hogy szerintem ezek annyira érdekes dolgok, és a legcsodálatosabb az egészben mindig az volt, hogy rájöttem, hogy mi az, még hogyha először nem is ugrott be, ugye, hogyha jól tudom, akkor ilyenkor mindig az első, ami beugrik, akkor az lesz a válasz, legalábbis nálam mindig így működött, és akkor mindig erre rájöttem, és akkor utána el is múlt, és nagyon szép, hogy még igazából gyógyszer sem kellett hozzá. Van egy ilyen módszer egyébként, ugye az asszociációk, amit mondasz, és ebből nagyon jól ki lehet deríteni, hogyha ilyen konkrét probléma van, akkor erre van is egy csodálatos teszt. Ez Jungnak az egyik asszociációs tesztje, és tök érdekes, mert megfogalmazod a problémát, adsz neki egy címet, és végig kell asszociálnod,
és az asszociációid végén szavakat kapsz, amik megmondják, hogy mi az, amit te belül érzel, mi az, amit kifelé mutatsz a problémát illetően, mi az, ami tudattalanul akadályoz téged, hogy megold ezt a problémát, mi az, ami benned lévő akadályozó, mi az, ami gyakorlatilag akadályoz, plusz azt is megmondja, hogy mi a filozófiai segítőd, amin el kellene gondolkoznod ahhoz, hogy megoldódjon a probléma, mi a benned lévő segítő, és mi a gyakorlati segítő. Hogy hol tartasz most, és mivel van dolgod, és mi a cél. Ezt mind megmondja ez a teszt. Way too much information. Ez, igen, és ez zseniálisan működik. Nekem például, tök érdekes, bőr problémám volt, és a bőr az a határ, az, ami elhatárol téged a külvilágtól. És ilyen száraz foltok voltak a bőrömön, és nagyon sokszor előjött. Nem volt nagyon sok, de így a vállamon volt. Nekem most egyből az érzékenység jutottam, hogy az eszembe nem tudom, hogy van-e így hozzákötni valója. Hát lehet, hogy neked asszociáció. Igen. Én megcsináltam rá ezt a tesztet, és az jött ki nekem, hogy, és így nem fogom az összes szót elmondani, de hogy úgy nagyjából az volt a lényeg, hogy, hogy én nem tudok határt tartani abban, vagy nem tudtam, hogy, hogy mikor segítsek, és mikor nem. Mert sokszor akkor is segíteni akartam másokon, amikor ők nem kérték. Ezt nekem is meg kellett tanulnom, hogy nem lehet azon segíteni, vagy nem kell azon segíteni, aki egyszerűen nem vevőre. Igen. És nekem erre úgy reagált a bőröm, hogy mutatta a határaimon. Tök érdekes, ahogy működik a testünk, meg úgy ez egész minden zseniális, imádom. Ezzel foglalkozom, hogy élek, és nem tudom megunni. Egyébként annyira érdekes így, amikor visszagondolok arra az időszakra, amikor így nem éltem tudatosan, és nem tudtam ezeknek a hátterét, és stb. Hogy így, mit csináltam addig? Szóval most már olyan, hogy tényleg ez határozza meg minden percét az életnek, és azt szerintem nagyon izgalmas, nem bírom. Van olyan, hogy felmerül egy ilyen probléma, vagy van egy problémám, lehet, hogy ez már hatással is van a testemre. Mindig ugye a forrást keressük. Lehet a forrás az én életemben, de lehet, hogy a forrás az nem az én életemben van, hanem, nem tudom, a nagypapám háborúban volt, és hazajött egy elképesztően súlyos traumával, és onnantól kezdve úgy azzal az energiával és azzal a neveltetéssel adta át ezt az energiát. Meg egyébként a DNS-ünkben is kódolva vannak ezek a traumák, tök érdekes, hogy az érzések. És hogy akkor ezt ugyanúgy örökölhetem, ezt a traumát, mint egy nagy orrot, vagy egy kék szemet információ genetikailag. Egyébként, hogyha történik egy ilyen trauma valakivel, akkor van például olyan, hogy az életében az a személy még megoldja, akkor, hogyha megoldja, akkor utána még akkor attól függetlenül. Erre voltam kíváncsi. Igen, mert ugyanúgy, ahogy egy trauma hatással van a szervezetedre negatívan, ment az benned lévő információra negatívan, és azt te továbbadod úgy, hogyha te azt megoldod, az pozitív hatással lesz rá, és valahogy visszaállítja a normális kerékvágásba a rendszert, vagy a lelkedet, vagy akár a testedet. Ha már volt szó az önbizalomról például, akkor meg arról, hogy ezt úgyis át tudjuk formálni, hogy mondjuk nem keressük meg a gyökerét a dolgoknak, hanem inkább ezt a viselkedésmódosítást szeretnénk választani, akkor arra van egy nagyon-nagyon jó módszer, úgy hívják, hogy kognitív torzítások, vagy gondolkodási hibák, és meg lehet nézni, hogy milyen ilyen gondolkodási hibái vannak az embereknek. Példákkal le van írva egyébként tök jól, és hogy ezt hogyan tudod kijavítani. És hogyha tényleg minden egyes ilyen gondolkodási hibát kijavítasz, akkor egy teljesen új persze. Boldog életet tudsz élni. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek ezt a kis gondolkodási táblázatot, majd egyébként lent megtaláljátok, hogy rendesen meg tudjátok nézni és dolgozni rajta. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem érdekes témákról volt szó, és ezeket, hogyha az ember elkezdi megélni, és talán elemezgetni, és foglalkozni velük, akkor a sok mindenre választ adhat. Igen, én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, és addig is sziasztok!
zseniális, imádom. Ezzel foglalkozom, hogy élek, és nem tudom megunni.